Malik tisztelendül küldi mindenkinek a üdvözletét, mert nem tudott eljönni, elfoglalt nagyon. Hát én is 5 éve ismertem meg az Úr Jézus, de sajnos betegség oltal. Kerestem őt, de igazából sosem. És amikor beteg lettem, akkor Úr Jézus megszólított engemet, és mikor a nyílt telekiek odajöttek Lucfalvarra, akkor a helyi egyik hívő asszony, Ilonka nevezető, hívott engemet, ha nem tudnánk elmenni a imaházba, majd jönnek nyírteleki cigony testvérek. Hát én azt mondtam neki, nem tudom majd, hogy el tudok-e jutni, mert pont Budapesten voltunk, a lányommal a kórházba, és azt mondtam, hogy ha időbe érünk haza, és nem leszek fáradt, el fogok menni, de ha nem úgy történik, akkor nem tudok elmenni. De a jó Isten úgy akarta, hogy ott legyek, és elmentem. És ugye Piroska néni bizonságot tett, az nagyon szívhöz szorító volt nekem, és még volt egy fiatal ember, azt nem látom itt, akinek meghalt a gyermeke, Barna, és még akkor is, igaz, még akkor nem voltam olyan beteg, de még akkor is nem fogadtam be úgy a Úr Jézus a szívembe, mint amikor beteg lettem. Itt Budapesten voltam a kórházban, 3-szor egymásodan műtöttek, elég nagy műtéteim voltak, kemoterapia, minden. Akkor én azt mondtam, hogy én ezt nem fogom túl élni. De ha túl élem, akkor én a jó Istennek megfogadom, hogy én őt követni fogom. Ha túl éltem, de nagyon is örülök neki, nagyon nagy öröm van az én szívembe, hogy a sötétségből a világosságra vezetett engemet az Úr. És a gyülekezetben, ha voltak ott is, mikor elkezdtem járni, ha voltak sok megpróbáltatások, ugye a parasztok köz, vagy hogy mondjam, parasztok köz, de nem mindegyik, de nem is sokan, 2-3 testvér volt olyan, aki ellenzett. De még mindig van, most is olyan, és akkor fel akartam adni, hogy nem, majd ezt nem bírom, elegem van mindenből, úgy is szeretem a jó Istent, otthon is lehet imádkozni, meg mindig velünk van, amerre megyünk. Voltak olyan testvérek, a magyarok, hogy hogyha nem mentem, akkor ma telefonoltak nekem, hogy hol vagyok, miért nem megyek. Azt én elmondtam, hogy ez a illető, meg ez a illető nem tetszett neki, hogy jártunk. Hát azt annyi sokat nekem magyaráztak, hogy ne hallgassak emberekre, ne figyeljek. Az Úr Jézusra kell figyelni. Hát nagyon sokat sírattam, mert hiányzott is nekem a gyülekezet, meg otthon mégis nem olyan az, hogy imádkozok, meg hát mindennapi a Biblia, az útmutató, a mai ige, minden nap ez van, mert van olyan, hogy reggel 5-kor is kezdem, mert nem tudok aludni. És akkor avval kezdem a napokat. És akkor a tisztelendő úrunk is, énekaros is vagyok, aminek nagyon örülök, és nagyon jól érzem most már magam a gyülekezetben, nagyon jól érzem magam. És a tisztelendő úrunk is nagyon sokat beszélt velem, hogy ne adjam föl, mert ha föladom, akkor nagyon nehezen fogok visszavenni, vagy pedig soha nem fogok visszatérni. De úgy munkálkodott bennem az Úr Jézus, hogy mikor aludtam is, akkor is csak az volt bennem, alvás közben még almaimba, hogy ne hagyjam ott. Nekem ott van a helyem. És hallás vagyok az Úr Jézusnak az is, nagyon sok helyen voltam már, Görögszalloson és Nyírteleken, meg nem tudom megmondani, ilyen missziókon voltunk, és nagyon örülök, hogy a több cigon testvér járott a egyházban, mint nálunk. Mert nálunk nagyon kevesen járnak a cigányok. Én is szólítgatom őket, hogy gyertek, akkor haragszanak, hogyha szólítom őket. Te se vagy külön, mint mi vagyunk, meg ilyesmiket mondanak. Mikor ott volt a tisztelendő úr is ön, akkor többen jöttek, mert családlátogatás is volt. És nagyon örültem annak, hogy többen is jöttek, én is hívogattam, akkor mondtak nekem, ma szólt a tisztelendő úr,
már mellettem, hogy megyek-e, vagy nem megyek. Nagyon örülnék, hogyha többen is lehetnénk cigányok közt, aki megismerne az Úr Jézus, mert aki nem ismeri, nem tudja, hogy mennyi időt veszteget. Én csak most jöttem rá nem régen, vagy fiatal koromban én is olyan voltam, hogy ha valaki engem megbántott, én is mondtam a magamit, meg rosszakat, meg átkozultam, káromkodtam nagyon. De most már én ezt a világén nem tudnom megtenni, hogyha én ezt tudtam volna, ismertem volna, akkor az Úr Jézus, én ezt soha nem tettem volna meg, hogy én bántottam volna. Mert én is úgy voltam velem, mint mondta, hogy most én sem tudtam azt, hogy Isten, meg Jézus, az nem egy. Én sem tudtam. De én azért is hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy én a mi atyánkot, a mamamtól tanultam, pedig ők nem voltak hívők, anyukám se, még a hiszek egy Isten. De amikor lefeküdtünk, mindig úgy feküdtünk le, hogy így a kezünket össze kellett tenni, és a mamánk tanított erre. De ők nem jártak a templomba, katolikusok vagyunk, de a szomszéd faluban van a katolikus templom, Nagy Barkonba, de én azt mondtam, egy Isten van. Egy Isten van, akkor miért járják ide, mikor egy Isten van mindenfelé, amire csak vagyunk, meg megyünk. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy én most nagyon örömmel járok a templomba, szeretnek a egyházba, a magyarok is, most már, hogy még mindig van olyan 2-3, de majd nem figyelek rájuk, de a legtöbb része, én is szeretem őket nagyon, mert be tudtam illeszkedni, ők is befogadtak engemet. Mikor nagyon beteg voltam, adományt kaptam tőlük, akkor látogatóba jöttek hozzám. Imádkoztak, énekeltünk, kórházba voltam, telefonolgattak nekem. Úgyhogy... Most már munkát is kap. És most, aminek nagyon örülök még, ugye nyugdíjat azért nem kapok, kaphatnék, mert 100%-on van, csak 3 év kéne nekem, de már most nem 3 év, mert már dolgozgattam, úgyhogy 7 hónap kéne, és most elsőjével a templomba fogok takarítani. Takarító nő leszek a templomba, ami nagyon hallos vagyok az úrnak. Hát nagyon elgondolkodtam, meg el voltam keseredve, de én kértem az Úr Jézus, hogy mutasson nekem utat. Mert ez a 7 hónapon múlik az én nyugdíjam. Most, hogy is mondjam? Röviden akarom összefoglalni. Én kértem az Úr Jézus, már adtam be több helyre pályázatot, meg önéletrajzokat, de választ nem kaptam. És én azt mondtam az Úr Jézusnak, ahol engem ő akar látni, ott dolgozzak. De kérem őtet nagyon az ő segítségét, az áldását, hogy legyen meg az ő akarata. És ez az ő akarata, hogy ott fogok takarítani a egyházba. Köszönöm szépen.